So toma su guardabarro. ¡Quiere! Itt vagyunk Tusnádfürdőn, mindjárt kezdődik Orbán Viktor idei nagy beszéde. 2 év kihagyás után most rendezték meg először Tusványost. Ahogy Varga Judit mondta, olyan ez, mint egy 1 hétig tartó békemenet. Aminek ez már az utolsó napja, de nézzük meg, hogy kezdődött az idei fesztivál. Bajer Zsolt fog beszélni arra, MCC sátorba. Azt mondjuk, azt meghallgatom. Azt arra elmenni. Gyere! Norita, nem jössz? Végre, csajok, gyertek! Pasikkal is jó, de... De sok olyan fiatal jön, aki alapvetően érdeklődik a politika és a közélet iránt. Titeket egyébként a magyar politika érdekel? Én követem. Én személy szerint. Igen? A 444 Telex, a Gulyás Marcinak a Partizánját is, Partizán, illetve mint a kormány oldaláról is követem. Az elsődleges forrás most sajnos a YouTube. Tehát ugye a Partizánt szoktam nézni, 444-et szoktam olvasni, a Telexet, meg a Mandinert néha. Sőt, igazából a Mandinert ezt mindig. Követtem a ti blogotokat is, a Magyar Yetit. Meglepetés! Bőven nem csak a fiatalok vannak ezzel így. Minden nap nagy lelkes rajongója vagyok a 444-nek. Reggeli újságolvasásom kihagyhatatlan része, ugyanis imádom borzongani, felháborodni és utálni őket. Tehát igen, én nagyon szeretem olvasni a 444-et. Tusványos résztvevőit megkérdeztük arról is, mit gondolnak a negyedik kétharmadról. Egyrészt én örültem a győzelemnek, tehát bár hozzáteszem, én már nem úgy szavaz, tehát én most jelenleg nem két iszek tettem a Fideszre, hanem egy másik pártra, egyébként a Mi Hazánkra tettem a másik iszet. Mert bennük látom egyedül azt, hogy vitaképes ellenzéke lesz a Fidesznek. Ezek a nemzeti radikálisok, mondja, igen. Ők bekerültek most Mi Hazánk, igen. A Mi Hazánkosok, inkább nekem az volt egy fájóbb szempont. Pisil valaki, megfordulunk, jó, hogy ne zavarjuk. Nekem ez volt inkább, átjövök ide, nekem jó. Ez volt inkább a fájó. Mivel én sem vagyok. Én gyűlölök mindent, ami radikális. Aha. A kutyapárt kimaradásának a parlamentben, vagy amiatt kifejezetten szomorú vagyok. Nálunk az idősebbek családban inkább narancssárgák. Szerinted marad Orbán Viktor ameddig? Marad a haláláig. Tudjuk, milyen a magyar. Igen. Abba fekteti a bizalmát, aki így vezeti. De én szeretem Orbán Viktor, tehát intelligens ember, és tudja, mit csinál. Mit gondolom aztán ki, hogy mit gondol róla, nem tudom. Összefutottunk Sanyikával, Erdély egyik legnagyobb videósztárjával. Te live-ozol éppen? Igen. A 444-től vannak, nézzétek meg. Kihasználtuk az alkalmat, és feltettünk neki egy törölmetszet erdélyi találós kérdést. Mik a veszélyesebbek, a Covid vagy a medve? Hát, attól függ, hogy ha van hitünk, akkor egyik se veszélyes. Ez volt a 444 quiz, na de hogy néz ki egy Fidelitasos quiz? Honnan lehet tudni, hogy Karácsony Gergely hazudik, hogy mozog a szája? Ki mondta? Jöhet a következő kérdés. Nem tudom, hogy Gyurcsány Ferenc mi az Istent keres még a politikában, igazán eltakarodhatna már a közéletből. Itt azon mindenki tisztában van, hogy a Fidesz mennyire jelen van Erdély mindennapjaiban. Igazából ez szerintem politikailag ez egy kurva jó húzás volt, amit csináltak, ahogy belegondolunk, hogy úgymond megvették az egész erdélyi szavazatokat, mert azt csinálták, megvették. Van Csíkisőr, van focipálya, ilyenek, megvették és kész. És jobb Erdélynek lenni azért ebből a szempontból az elmúlt egy évtizedben? Hát ha anyagilag nézzük, akkor igen, de ha erkölcsileg nézzük, akkor azért nem. Mert ez úgy kellene történjen szerintem ez az egész dolog, hogy önmagunkat fent tudjuk úgymond tartani, de így, hogy mástól kapunk pénzt, így azért nem. Idén Tusványos már nem csak a Csikisőről, a Micsről és a Kürtös Karácsról szól. Az árnyékba, jó? Mit teszel, Geri? Tócsnit, snidlinges tejfölön és füstölt pisztrángal. Konkrétan Tiborcz Istvánnal futottunk itt össze. Ilyen idilli körülmények között azért a politikusok is sokkal jobban megnyílnak, mint otthon. Képviselő úr, két kérdésre megállítottuk még egyet. Haragul, csak egy kérdés. Nem fog Katáról beszélni? Hát nem azért jöttem. Szántó úr, a 444-nek egy rövid. Fake newsnak nem. Ez ilyen elvi kérdés, hogy nem. Németh Szilárdnak személyesen Lévai Anikó sietett a segítségére. A rezsicsökkentés akkor maradnak, hogy Orbán Viktor kormányoz. És akkor jött egy pillanat, amikor olyan szerencsénk volt, mint magyar újságírónak szinte soha.
játszottam, az Orbán. Gyere, kérdezz! Miniszterelnök úr, csak egy rövid kérdés. Melyik mi? Újság? 444. Nem baj, hanem ugye? Megszoktuk. Hát ez sajnos nem jött össze. Na de talán most? Ki jöhet a sötét üveg mögött? Na de ki a nagy ember? Azt a... Tartott is nekünk egy kihelyezett kormányinfót, és rögtön be is mutatta, hogyan lehet egy kormányzati intézkedésről szóló kérdésre úgy válaszolni, hogy az mindenki másról szóljon. Korrekt volt-e, hogy a katásoknak átalakították a adózását? Lehet tiltakozni kormányzati döntések ellen, ez a lehetőség egy demokráciában adott. A magyar demokrácia elmúlt 30 évében, eltekintve attól, amikor Gyurcsány Ferenc baloldali kormánya volt hatalmon, mindig adott is volt. Úgyhogy ezzel az alkotmányos joggal mindenki élhet, de az jó, hogy ezt törvényesen teszi, és hogyha 50 ember lezárja a hidat, és ezzel Budapest amúgy is tönkrement közlekedését még nehezebb helyzetbe hozza, az biztosan nagyon helytelen. Tényleg megszámlálhatatlan mennyiségű panelbeszélgetés volt, ahol viszont alapvetően fideszesek beszélgettek fideszesekkel. De miért szorult háttérbe ez a kérdés, a migráció kérdése? Mert tökéletesen védekezünk ellene. De egyébként ez lázba hozza az embereket? Ami igazán érdekelte őket, ez egy valódi vita volt. Az itteni beszélgetések közül volt ilyen, ami érdekes volt eddig? Ami politikai téma? A Gulyás Márton-Orbán Balázs vita. Most például megnéztem, hogy Orbán Balázs vitatkozik Gulyás Marcival. Az nekem nagyon tetszett. Én azt mondom, hogy az jó dolog, hogy Magyarország környékén vannak olyan demokratikusan fejlett államok, mint Románia, ahol például egy olyan demokrácia élmény meg tud képződni, hogy így kitartó próbálkozások után például a mai napon már 2 kormányzati pozíciót betölt ember, és tudtuk interjút készíteni. De jó azért is egyébként, hogy itt találkozunk Romániában, mert például a tavaly elfogadott úgynevezett gyermekvédelmi törvény részek szabályozásai mai napig nem ismertek, és mondjuk egy ilyen beszélgetés lehet, hogy a Balázs abban a veszélybe sodorná, hogy a Dánielről már is beszéljek, Magyarországon, hogy egy nyíltan homoszexuális ember mellé kiülve esetleg a homoszexualitás népszerűsítésének a vágyával illethetnék, és ki tudja, hogy ennek milyen következménye lennének. Egy órával később ugyanezen a helyszínen kiderült, hogy a gender veszélyt sajnos nem veszik elég komolyan tusványosan. Abszurdum az, hogy a transzmozgalom azt hirdeti, hogy az érzéseket nem lehet megváltoztatni, ezért egy radikális, hosszú, veszélyes és drága műtét sorozattal alakítsuk a testet az érzésekhez. Mintha lennének most kérdések, amik jobban foglalkoztatják a választópolgárokat a gender ügyeknél. Ön mit gondol arról, hogy a kormány most olyan intézkedéseket vezet be, amik ellentétesek azzal, amiket ígért a kampányban? Gondolom, hogy minden összhangban van a korábbi lakosságot üldő intézkedési logikával. Hogy fogadják itt Varga Juditot megszorítások idején? Isten őrizze, tűztő, víztő, gonosztó, rossz ember szándékától. Ez mint egy ilyen nagy nyári békemenet egy hétig. Örülök, hogy itt van miniszter asszony. És nagyon érzem itt magam. A Csíksomjai Szűzanya áldásával. Kampányígéretekkel semmilyen ellentmondást akkor ön nem lát ezek szerint. És azt ígértük, hogy meg fogjuk mindig védeni a magyar embereket, most is ezt tesszük. Szóval ilyenek voltak tusványos első napjai, de most már szombat délelőtt van, és jöjjön a fő fellépő. Jó, hogy újra együtt lehetünk, megihatjuk a fröccsünket. Jó okunk van, hogy Fidesz fröccsöt ígyunk. Az 2/3, 1/3, és ebben is látszik, hogy valami örök. Történik. Csak olyan ugaljasan, mint a budapesti rendőrök a hidakon a narkósoknak. Orbán Viktor beszédét román tiltakozók egy transzparenssel zavarták meg. Geri már le is fordítatta a szöveget. Az van ráírva, van ami örök, erdélyi román föld, ezt nem fogadták itt jól. Mi van te, geci? Ennek jöttél ide? Maradtál volna otthon, bazd meg? Minek jössz ide? Seggfej! De cse daimon? A világ egyre jobb helyre.